A napon süttetik magukat ezek a strandolók, ez az, amit nem javasol sok bőrgyógyász. A szakemberek többsége szerint külön felkészítenünk nem kell a bőrünket a nyára, sőt, inkább arra törekedjünk, hogy egyáltalán ne süsse nap, azon kívül, amennyi az utcán sétálva éri. Ha kint van a bőrünk a ruha alól, már pedig erre nyáron elég nagy az esély. 15 percnél hosszabb napon tartózkodás esetén már védekezni kell a leégés ellen. 11 és 15 óra között egyáltalán ne legyünk a tűző napon, az előtte és utána lévő időszakban pedig fényvédő szert kell használnunk. Nem mindegy azonban, hogy miért. Mindenképpen a bőrtípustól függ, hogy magasabb faktor számot használjunk, vagy alacsonyabbat. Mi azt szoktuk mondani, hogy mindenki lehetőség szerint a legmagasabbat használja, mert az véd igazán. Nagyon, tehát megvan, hogy meg mennyi mennyiséget kell feltenni a bőrünkre, hogy az tényleg annyira védjen, annyit úgy tudunk feltenni, meg nem olyan gyakoriságot ö, kenjük fel. Tehát egy ilyen 10-20-as faktorszámú fényvédő gyakorlatilag, mire ö, hatékony lenne, addigra már le is bomlott, tehát annak nincsen igazán jelentős fényvédő hatása, ezért a 30-as, 50 es faktorszámú fényvédőket szoktuk javasolni. Az sem mindegy, hogy gyereknek vagy felnőtteknek javasoljuk, a gyerekeknek, külön gyerekeknek való fényvédők vannak, tehát nekik olyanokat kell mindenképpen választani. Minél világosabb a bőrünk, annál nagyobb a veszélye, hogy gyorsan leégünk a napon. Ezért egyébként az UVB sugárzása felelős, míg az UVA a bőr öregedéséhez járul hozzá. Ami azonban közös bennük, hogy mindkettőnek bőrrákkeltő hatása van. Fontos, hogy ennek jeleit a lehető legkorábban észrevegyük magunkon. Mindenképpen azt kell nézni, hogy van-e olyan anyaegy, ami még eddig nem volt, és úgy hirtelen megjelent egy furcsa anya egy a bőrünkön, vagy hogy ott volt egy anyaegy, csak elkezdett változni. És ez az anyaegy egy kicsit furcsa, aszimmetrikus, tarka, a határa elmosolt, tehát vannak ilyen szabályok, amit figyelni kell, de összességében azt szoktunk mondani, hogy ha valami furcsa, ha valami nem olyan, mint amit eddig megszoktam, akkor mindenképpen az szükséges, hogy szakemberhez fordulni, aki megnézi, és megmondja, hogy ez teljesen természetes dolog, hogy így változik, vagy pedig egy rossz indulatú irányba elindult A szakember szerint még nyár elején érdemes megnézhetünk az anyajegyeinket. A szezon után ugyanis abban a bőrön nehezebben tűnnek fel az elváltozások.